A település strandfürdője mellett rendezett bemutatóval azt demonstrálták, szükség esetén hogyan hangolja össze a mentést a tűzoltóság, a polgárőrség, a mentőszolgálat és a rendőrség. A modellezett balesetben, melyben az autóbusz maga alá temette a gépkocsit, egy szemét kellett kimenteni. Hasonló bemutatóra 10 éve került sor utoljára, a modellezethez hasonló baleset pedig a 90-es évek végén történt Martfűn. A tiszaföldvári tűzoltóság egyébként 141 segélyhívást regisztrált 2017-ben. Felerészt tűzeset, felerészt műszaki mentés kapcsán kértek tőlük segítséget. A helyi tűzoltóság jelentőségét fölértékeli, hogy a szolnoki vagy a kunszentmártoni lánglovagok a távolság miatt vész esetén csak nem fél óra alatt érnének Tiszaföldvára. A helyi tűzoltók Flórián napja előtt tisztelegbe rendezték a szimulációs gyakorlatot.